itt a falu központja, és itt sok ember jár, meg autó, és akkor itt a művelődési ház, orvosi rendelő, tárgyosban, és mindenki látja ezt a csúnya szürke kerítést. Hát ilyen szintelen, szaktalan halmazállapotú itt az óvoda, és hát azt a kőkerítést biztonságban hagynánk, de ez a beton zsindely, vagy hogy hívják, zsalú, igen, ez hadd nem mondjam, hogy nem túlságosan szívmelengető látvány, se kívülről, se belülről, nem igazán hívogató, és jót tenne egy kis szín ennek a falunak. Milyen színűre szeretnéd ezt a falat festeni? Zöldre! Zöldre? És így hogy tetszik most, hogy szürke? Sehogy. Most neked mi a kedvenc színed? Kék. És a kerítést is kékre festenéd? Aha. Most hogy tetszik? Hát... sehogy. De a kedvenc színem a piros! És katonák az akarok! És el tudnád képzelni pirosan ezt a kerítést? Nekem jó így! Ennek az óvodának én vagyok a vezetője, és minden nap látjuk ezt a csúnya szürke falat, és nagyon szeretnénk, hogyha szép színessé varázsolhatnánk, és ezért kérjük azt, hogy minél többen szavazzanak ránk, mert sajnos az önkormányzatnak nincsen rá pénze, de szeretnénk, hogyha a falu közepén üdeszínfolta varázsolnánk ezt a ronda szürke falat. Körülbelül 5 éve, mióta megépült, azóta így néz ki, sajnos esély sincs rá, hogy önkormányzati forrásból ezt valaki szebbé varázsolja, így gondoltunk erre a pályázatra. Egész faluképpen javítana, és ezt mindenki élvezhetné, beleértve a nyugdíjasokat, a gyerekeket. Sziasztok! Anyukákat, apukákat. Itt van nagyon sok lelkes szülő, akik mondjuk most az Odvoda udvar átalakításakor is ecsetet, súroló kefét fogtak, és szerintem nagyon szép kerítést tudnánk csinálni felnőttek, gyerekek együtt. Úgyhogy hajrá!